Sok szeretettel köszöntelek a vendőtöket. Gyere nyugodtan előre, van még előtt üres hely. 2, 3, 4, 5, 6. 6 üres hely nagyjából. És Isten hozott volna vendőtöket itthon. Azt kell, hogy mondjam, hogy hogyha először vagy nálunk vendégként, akkor különösen örülök neked, és el szeretném mondani, hogy Isten szeret téged. És mi is próbáljuk egymást is szeretni, meg téged is, meg mindenkit, meg engem is. Úgyhogy kérlek, hogy köszöntsétek egymást a melletted ülőt, mögötted ülőt, egy-egy pusztival, kézfogással. Történetet szeretném folytatni, az első az a személyes lesz, az enyém. Meg kell osztanom veletek, hogy a héten tartottam csendességet. Ezért tök fura lehet, hogy keresztény ember vagy lelki pásztor tart állítatot. Vagy hallani lehet, hogy fura, köszönöm. A lényeg, hogy múltkor meséltem, hogy én is ugyanolyan emberből, mint bárki más, és hogy vannak kihívásaim Jézus követésével kapcsolatban, de amúgy azon túl, meg azelőtt, meg fölött, meg mellett is. Ugye a lényeg, hogy a szolgálat kapcsán, meg ahogy időnként rá vagyok kényszerítve, úgymond, hogy többet foglalkozok a Bibliával, ez néha az életemben így felcserélődik. Annyira úgy érzem, hogy tehát időnként annyira foglalkozom, vagy kell foglalkoznom Isten dolgával, hogy úgy érzem, mintha már Istennel foglalkoznék. De ugye a kettő az nem pont ugyanaz, szolgálni, meg Istennel építeni a kapcsolatot, vagy Isten jelenlétében lenni, Istennel járni. És valamiért olyan volt a legutóbbi vasárnap estén, vagy hétfő reggel úgy ébredtem, vagy nem tudom, hogy tényleg ezen a héten így nagyon komolyan így magam elé elhatároztam, és eldöntöttem, hogy minden reggelemet, és legalább egy hétig kipróbálom, azért ez annyira nem új dolog nekem, nem úgy szeretném mondani, de hogy most én nagyon tudatosan ráfekszek, és ez a napjaimnak a központi része lesz, és ilyen nagyon király dolgok történtek. Még az előző egy-két hetemhez képest, ahol amúgy ezen túl extra dolgok is történtek, hogy az elmúlt heteimhez képest, hogy ahogy hasonlítottam magamban ezt a hetemet, tök király volt. Egy teljesen más volt a... Volt több ilyen napom, hogy így reggeltől estig azt érzem, hogy Isten jelenlétében vagyok. Én egyfolytában mondok valamit, ő is mond valamit, vagy úgy éreztem, hogy tapasztaltam. És egyszerűen csak jó volt. Csomó mindent másképp láttam. Lehet, hogy én olyan ember vagyok, hogy nehezen tudok tartani bizonyos rendszereket, bizonyos időn túl. Szeretem a rendszereket egy ideig, aztán úgy megváltoztatnám a dolgokat, meg a saját életemben is. És nekem például nagy segítség ehhez a témához a helyszín, ami szerintem tök fontos. Úgyhogy egy ideje a kapcsán, ahol most lakunk, Új-Budán, 11. kerületben, egy ideje azt találtam ki, hogy most a Szikla templom lesz az a hely, ahol így néha kezdem a reggeleimet, és akkor erről már beszélgettünk is egy-két emberrel a héten. De lehet, hogy ez adhat olyan változatosságot Istennel való kapcsolatodban, ami így akár egy hosszabb, kicsit ilyen lineáris vagy unalmas szakasz után egy új és nagy frissességet hozott bele a kapcsolatba. Nekem egy időben volt ilyen még egy-két katolikus templom, én szeretem a katolikus templomokat, és például a Corvinusnak az egyik WC-je, ahol egy időben órák előtt meg után elvonultam, tudod, ilyen WC, tehát nem az a hely, ahol azt gondolnád, hogy amúgy Isten vagy Biblia, de hogy bármi működik, hogyha a szívben van olyan hozzáállás, de lehet, hogy éppen az frissítheti fel a kapcsolatodat Istennel, hogy kipróbálsz egy más fordítást, egy új fordítást, vagy egy nagyon régit, vagy egy nagyon újat, vagy más nyelven elkezded olvasni a Bibliát.
És tök érdekes, hogy egyből, vagy én így éltem meg, hogy elkezdtek jönni ilyen történetek, vagy ilyen sztorik, amik egyből próbára tennék azt, hogy most, jaj, de jó, tudod, így óráról órára jönnek a kívások, nem, akkor is Istenben, hálával, pozitívan, lelkesen, a jövőre tekintve ezeket. Ilyen lehetőségen próbáltam felfogni. Aztán tök vicces, hogy az egyik ilyen necces részem, vagy necces része a napjaimnak, legalábbis az egy napon belül, az egy ilyen postai sorban állás volt. Kb. Szerintem a nyugdíjasok mellett csak én járok postára, de valahogy szeretem, ott van egy ilyen, nem tudom, ilyen hangulat, hogy ilyen fizikai dolog a csekk, és nem ilyen online. Na mindegy, én szoktam járni postára, és röviden a sztori annyi volt, hogy egy ilyen nagyon komoly doktor úriember állt előttem, különleges kalapban, kabátban, esernyővel, amit először sétapálcának néztem, és valami rendkívül különleges kártyával fizethetett, mert hogy összeomlott a rendszer. Elindultak ilyen komoly beszélgetések a pult másik oldalán, hogy ezt hogy lehet megoldani. Aztán jött a pult mögötti teremből a középvezető, akkor aztán az azutáni teremből a helyszíni felsővezető, gondolom. És utána elindultak a telefonálások, a központi vezetőség osztályának, valamilyen kollégáinak a főnökei. És ilyen legalább fél órája már állt a sor, és mögöttem szinte csak nyugdíjasok álltak. És tudod, ilyen világvége hangulat indult el, hogy na miért nem lehet, hogy nem működjön már, hogy ez sem működik, hogy az sem jön össze, hogy próbálta mindenki megoldani ezt a szakmabeli kérdést. Ilyenkor mindenki, tudod, így hirtelen ilyen hozzáértő lesz, mint mondjuk az ilyen 50 forintos fröccsös kocsmákban. Általában értik a politikát. Nem tudom, megfigyeltétek-e ott. Valahogy az ország irányítását ezekben a kocsmákban amúgy értik. És jobban is csinálnák. De lényeg, hogy mellettem végül egy úri ember hirtelen észrevett, hogy a főkassa nyitva van, oda a beslis szólt, és aztán jött volna ki, de ilyen furán álltak a sorok, meg az emberek, és akkor egy ilyen beszélgetés volt két nyugdíjas férfi úri ember között, hogy álljon már arrébb, és akkor csend, és akkor még egyszer kicsit erélyesebben álljon már arrébb, és akkor tudod, ilyen egyszerű válasz, fogjon le. És ez aztán egy olyan folyamatot még elindított, hogy így elbúcsúztam tőlük, és kerestem a Google Maps-en egy másik postát. Na mindegy, és tök fura volt, hogy így éreztem magamban, aztán én is valahogy belekeveredtem, mert azt hittem, hogy az egyik sorba kiürültek, és aztán nem. Volt ilyen kis bonyodalom, és aztán így éreztem, hogy egy ilyen kis szánalmas eset is hatással van rám, amikor amúgy tök jóval lennék Istennel, és tök jó lenne a napom, de megint jönnek az emberek. Szóval ajánlom a sziklatemplomot. És akkor láttátok, hogy a kegyelem sorozat vagyunk, folytatjuk is. Mai estén cím az átformáló kegyelem. És lehet, hogy megfogalmazódott benned, hogy hogy lehet még mindig időzni ebben a témában. Mit lehet még leakasztani a kegyelemről? Meg hogy jó, meg aranyos, meg tényleg fontos ez a téma valakiknek. Neki például tudom, hogy szüksége van rá. De hogy én már kicsit így tovább lépnék jobbra-balra, valamit tudod, valami komolyabb jöjjön már. De az igazság, hogy kegyelemből mindig van több, mert hogy mindig kell több valamennyi számára. Mert maga a kegyelem az örömhír, amivel az a baj, hogy örömhír, hogy nem mindenkinek, hanem csak a bűnösöknek. Ugyanúgy, mint egy bírósági tárgyaláson, az, hogy valakinek azt hirdetik, hogy felmentve, hát az csak olyan ember kapja ezt az ítéletet, hogy szabad vagy, és hogy megkegyelmezünk neked, aki amúgy már vád alatt volt. Tehát kegyelemből azt hiszem sosem elég. Úgyhogy ma még folytatjuk, és a jövő héten is, de az lesz a záró esténk ebben a sorozatban. És... igen... ki lelkes vagy izgatott Isten igényével kapcsolatban? Néhány ember, igen, már kezek vannak, kisebb hangok. Hogyha van nálatok egy ilyen dolog, a Biblia, Isten szava, akkor ezt nyugodtan elővehetitek. Hamarosan belemegyünk, és persze lehet iPad-eket is használni, meg telefon, meg minden ilyesmi dolgot. Szinte egész héten ezt várjuk, nem? Nem megérkezünk Isten jelenlétébe, és így menjünk a következő hétbe. Hamarosan imádkozzunk, és belemegyünk az igébe, de előtte három történetet szeretnék veletek megosztani,
amiben azt mondom, lehet valamennyit tanulni, és valahogy kapcsolódik a mai esténkhez. Az egyik történet egy tehetséges hegedűsről szól, hegedű művészről szól, Paganiniről, Niccolò Paganiniről, aki egyik este egy teltház előtt játszott, ez konkrétan egy ilyen versenymű volt, tehát ő játszott a szólót, azt hiszem így kell mondani, és egy nagyon komoly, teljes zenekar állt mögötte, és együtt játszottak, de hogy ő játszott a szólót. És már benne voltak a darabban, ugye a zsenialitását és különlegességét már lehetett élvezni a hallgató soraiban, és egyszer csak elszakadt a hegedűn az egyik húr, amiből ugye négy van, tehát maradt három, és tudod, nem szakadt meg semmi, nem állt meg a darab, ő is folytatta, a maradék három húron folytatta a játékot. Ment tovább az este, és hamarosan elszakadt a második húr, és maradt kettő, de még mindig folytatódott a játék, még virtuózitására támaszkodva folytatta az estét, majd már alig hinnéd, de hogy elszakadt a harmadik húr is, és így ilyen, tehát konkrétan három húr így kandikált le a hegedűről, de a maradék egyetlen húron tovább játszotta a művet, és amikor vége lett a darabnak, akkor előre jött a színpadon, és magasba emelte a hegedűjét, és bejelentette, hogy Paganini és az egyetlen húr. Az jelző is végigjátszotta ezt a darabot a zenekar kíséretével. És azt gondolom, hogy ezen az estén ő egyetlen húrból lehet, hogy többet kihozott, mint sokunk négy húrból egész életünk alatt. Az egyik persze a kitartás, meg a virtuózitása, amiből úgy osztanak, ahogy osztanak, de hogy emellett volt egy kitartó hozzáállása. A második történetünk az egy Christopher Reeve nevű úriember, aki egy ilyen különleges lovasportot űzött. Az a neve azt hiszem magyarul, hogy lovastusa, ami nagyjából egy olyan dolog, mint a tájlovaglás és a díjugratásnak a keveréke. Tehát ilyen ultra összetett, komplex lovas sport. És egy május este lovagolt Eastern Express nevű lován, amikor az egyik akadálynál, ugye akadályok vannak, amit át kell együtt ugraniuk, egyik akadálynál megakadt a lónak a lába az akadályon, és ő konkrétan átesett a lóva fölött, fejjel lefelé, fejjel érkezett a földre, és az egyik csigolyája ott a helyszínen eltört, és ott a helyszínen le is bénult teljesen nyaktól lefelé. És később készült vele egy interjú az otthonában, ahol megkérdezték tőle, hogy van most ezzel az estével, vagy milyen emlékek, milyen érzések maradtak benne. És annyit mondott a riporternek, hogy ez a baleset ez valamennyiünknek nehéz volt, de hogy nem ijesztett meg minket. Mindnyájunknak hiányoznak a különböző aktivitások. Az egyik lányával lovagolni szeretett, az egyik fiával zongorázni, egy másik fiával teniszezni, és valamennyien szeretek vitorlázni. Tehát elég sok aktivitást végeztek együtt, és azt mondta, hogy nem lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogy ezek nem hiányoznak. De végül arra jöttek rá, a családon belül, hogy lehet, hogy sokkal fontosabb együtt lenni, mint együtt dolgokat csinálni. És az ő történetében is azt hiszem, hogy láthatjuk, hogy elveszített bizonyos képességeket, meg lehetőségeket, de hogy megmaradt benne egy kitartó hozzáállás. És ezzel egyfajta ilyen példa lehet ő is előttünk. Akár azt is mondhatnánk, hogy Reeve, vagy Reeves, és az egyetlen húr az előző történetben. A harmadik történetünk pedig a barcelonai olimpián történt. Ekkor, ha már éltünk is néhányan, azért nem voltunk olyan idősek, hogy emlékeznénk rá. Ez 1992-ben történt Spanyolországban, és a 400 méteres futás elődöntőjében járunk, amikor eldörtült a pisztoly, és elindult a futás, mindannyian belevetették magukat a tápba, de hogy az egyik férfit a futók közül kizárták, érvénytelennek tekintették a futását. Ezt konkrétan több millió tévénéző előtt, és ugye minden néző előtt,
De a történetnek a lényege, amiatt ez egy kicsit ironikus, kizártak a versenyről, hogy konkrétan az történt, hogy néhány méter után ennek a férfinak elszakadt a combizma, és egy elég komolyat esett, 100 méterrel a cél előtt, ugye egyből rohantak hozzá hordágyjal, de hogy ő ezt elutasította és felkelt, és sántikával megpróbálta megtenni ezt a maradék távot, és egy hirtelen oda ment hozzá az édesapja a nézősorból, és akkor volt egy ilyen kisebb beszélgetés közöttük, hogy de nekem be kell fejeznem, hogy mindenáron be kell fejeznem, be akarok jutni így vagy úgy a célba, és édesapja mondta neki, hogy együtt kezdtük el, és együtt is fogjuk befejezni. És nyilván azon nem állított fel csúcsot ez a férfi, és érmet sem szerzett, és így nem került bele eképpen az olimpiák történetébe, de hogy talán az, hogy miről szól az olimpia, mi az olimpiáknak a lelkiség, a szellemisége, ezzel a hozzáállásával, hogy mindenki be kell fejezni a versenyt, ezzel egy maradandó példa lehet valamennyiünk számára is, és egyfajta szimbólum. És hát ez a három történet, amit így meg szerettem volna osztani a saját próbálkozásom mellett. És azt gondolom, hogy az szinte valamennyiünk számára sokszor igaz, hogy túl sokszor, vagy túl sokat összpontosítunk azokra a húrokra, amik elszakadtak az életünkben. Mik azok a húrok, amik a te életedben elszakadtak? Sokszor ezek a dolgok, amik történnek velünk, vagy amik érnek minket, azok egyszerűen elkerülhetetlenek. És lehet akár tudjunk kisebb dologról is szó, hogy nem indul el az autó, amikor egy megbeszélésre mész, vagy a BKV járat kihagy, vagy átvariálják. De az is lehet, hogy valami történik a munkahelyeden, és emiatt később kell hazamenned, vagy lehet, hogy egy megbeszélt baráti találkozót, vagy randit elfelejtesz, de lehet, hogy ennél sokkal komolyabb dolgokról van szó, hogy valakit elveszítettél az életedben, vagy egy olyan válás történt az életedben, amit igazából soha nem akartál, hogy megtörténjen. És az a helyzet, hogy ezek nagyon sokszor elkerülhetetlen dolgok. És vannak dolgok, amik felett nem dönthetünk, és egyszerűen nem tarthatjuk a kezünkben. De én hiszem azt, és azt hiszem, hogy ezt mondja Isten is valamennyiünk számára, és az a Biblia üzenete is, hogy mindig marad még egy húr. Mindig van valami a kezünkben, amiből lehet valami, hogyha azt odaadjuk Istennek, és azt Isten megsokasítja. Lehet, hogy emlékeztek a sok ezer ember megvendégelésére, akár a 4000, akár az 5000. Különböző mennyiségű halak és kenyerek voltak a két történetben, de hogy nagyon kevés annyi emberhez. De hogy ezt odaadták Jézusnak, és annyi lett aznap estére az élelem, amennyire szükség volt. Sőt, még azon felül is volt. Vagy lehet, hogy emlékeztek arra a történetre, amikor Dávid pásztorként van ott Isten előtt, és konkrétan egy királyi elhívás van az életében. Izraelnek az aranykora köthető, ugye később a nevéhez, ő az, aki egyesítette Izrael. De ugye egy időben, meg alapjáraton, kezdésként ő egy pásztor volt, és nagyjából, tudod, így volt egy botja. Ennyi volt az összdolog, ami a kezében volt. És ezt adta Istennek. És ebből lett valami, ebből hozott ki valamit Isten. Imádkozzunk, és utána folytatjuk. Nagyon köszönjük, Atyánk, azt, hogy itt vagy közöttünk. Ez az egy igazából, ami miatt jöttünk, és ez egy, amire szükségünk van. És kérlek, hogy gyere még közelebb, és én is meg a szívünket, hogy valóban ez legyen a valóság is számunkra, hogy tényleg csak rád van szükségünk, és menjen tovább ez a történet, hogy valóban találkozhassunk veled, és megelégítessünk, megvalljuk előtted, hogy vannak űrök a szívünkben, és vannak üres helyek, és vannak kívül tartályok, vannak elfogyott energiáink, és elfogyott türelmeink, és kapacitásunk, és szeretnénk veled feltöltődni. Szükségünk van rád, és vágyunk rád,
és azt kérjük, hogy szólj hozzánk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Egész sok amen hangzott el. Ezt tudjátok, mit jelent az amen? Igen, úgy legyen. Valamilyen nyelven. Szerintem görögül gondolom. Jó. Hamarosan belemegyünk az igébe, mert hogy azt gondolom, hogy ez valamelyünk számára egy releváns kérdés, hogy hogyha egyetlen húrunk van, vagy egyetlen húrunk marad, akkor hogyan játszhatnánk az életünkben, hogyan folytathatjuk a játékot, így is úgy, hogy összhang legyen. Azt olvassuk a Filippi levélben, hogy az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. A tévénk ismét elkezdett amúgy önálló életre kelni, hamarosan megjavult. És ez egy tök szép vers, de amúgy hogy lehetne olyan hozzáállásunk, mint ami Jézus Krisztusnak is volt? Nagyon szeretünk erről beszélni, és szerintem jó, hogyha szeretünk erről beszélni, hogy Jézus követjük, és hozzá szeretnénk hasonlóvá válni. Az ő szívét és az ő lelkületét szeretnénk a saját életünkbe, minél inkább hasonulni hozzá. Ez egy jó gondolat, de hogy amúgy, ha úgy igazán újra és újra belemegyünk az evangéliumokba, azért kicsit szerintem nem baj, ha van olyan érzésünk, hogy amúgy lehet, hogy egyetlen részletbe se tudunk nagyon hozzá hasonlítani. Tehát, hogy... És azt gondolom, hogy valahogy a kegyelemnek ez az aspektus, amiről ma beszélünk, az átformáló kegyelem, az egy kicsit erről szól, és kicsit erre válasz. Aminek ez az első lépése, hogy a gondolatainkat változtassuk meg. Ez az első lépés. Azt olvassuk a római levélben, hogy ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor leszek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, ami tökéletesnek tekint, ezekre igyekezzetek. És a megváltozni szó a görögben az valami olyasmit jelent, nagyjából, mint az átformálni, átformálódni, és ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a szót, az kicsit vissza kell menni a gimis biológiai óráinkhoz. Nem tudom, hányatoknál volt ilyen kísérlet. Tegyük fel, hogy most van egy ilyen kísérlet, hogy van egy üvegünk, meg van egy hernyónk, beletesszük az üvegbe, pár nap után a hernyó bebábozódik, majd néhány napra rá, a bábból pedig ki kell egy pillangó. És jobban megnézzük, és meg akarjuk érteni ezt a szót, akkor azt valahogy így lehetne leírni. Ez a görögben úgy is olvasható, hogy metamorfózis. Kicsit néha mi is használjuk ezt a szót. Ez a bebábozódás, az átalakulásnak a szava. És ami szerintem nagyon szép ezzel kapcsolatban, hogy a megtérni szónak ugyanaz a szótöve, mint az átformálódni szónak. Meta. Így kezdődik mind a két szó. És megtérni és átformálódni. Ez jelenti nagyjából azt, hogy mit jelent átformálódni Isten kegyelme által. Csak kétszer kattintottam. Egy. Jó. Tehát az első pontunk változtass a gondolkodásodon. És ezt, ha össze akarjuk rakni, az nagyjából úgy hangzik, mintha Isten kegyelmének a bebábozódásába lépnénk be, és aztán majd pillanatóként jövünk ki. Vagy lehet, hogy a földi testünkben inkább folyamatosan bábozódunk, folyamatosan formálódunk, de hogy nagyjából erről szól az átformálódni. És az a helyzet, hogy amikor változunk, vagy formálódunk, ennek a dolognak, ennek mindig van köze a mi saját személyes hozzáállásunkhoz. A hozzáállásunk, az pedig mindig szól egy kicsit arról, hogy mi az, amit mi teszünk bele ebbe a dologba. Te és én, mit teszünk bele a saját életünkbe. És,
És a hozzáállás az meg egy olyan dolog, ami lényegében egy ilyen belső érzés, egy ilyen belső dolog, aminek tettekben és kifejezés és viselkedésben van a megnyilvánosra kifejeződése, ahogy látni lehet. És igen. Szóval hozzáállás egy belső állapot. És ezért nem lehet megismerni anélkül bárkinek a hozzáállását, vagy a saját hozzáállásunkat is, hogy látnánk a következményeket, hiszen abból láthatjuk valakinek a hozzáállását, ez mutatja meg a belsőnket. És egy nagyon fontos igazság ezzel kapcsolatban, hogy lehetnek ránk emberek hatással, de hogy a lelkünket nem igazán formálhatják, hanem ahogy hatással vannak ránk, igazából az hozza felszínre azt, ami amúgy bennünk van. És hogyha éppen úgy érzed az életedben, hogy te ebben a helyzetben vagy állapotban vagy, hogy egyetlen húr maradt az életedben, akkor valószínűleg a következő három állítás közül az egyik az igaz lesz rád, hogy valamilyen fajta helyzet van, formálni való, vagy formálódásban lévő helyzet van, vagy a gondolatokkal, amiket gondolsz, vagy a társasággal, illetve az emberekkel, akik körbevesznek, vagy a problémákkal, amikkel szembesülsz. Tehát az egyik a gondolataid, a másik a társaság, a harmadik pedig a problémák. A példabeszédek 4.23-ban azt olvashatjuk, hogy mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. És ugye a Bibliában, főleg az Ószövetségben rengetegszor olvasunk különböző belső testrészekről, ilyen szívről, veséről, tüdőről, belekről. A héberben ezek a belső szerveink igazából ilyen szimbólumok. Tehát különböző a belső lelki világunk, érzésvilágunk, gondolkodásunknak egy-egy szimbóluma, és a szív talán az egyik legfontosabb, azt olyan helyként jelölik, vagy olyan helyet szimbolizál, ahonnan a gondolataink és az érzelmeink származnak. És hogyha ez nincs rendben az életünkben, akkor az kb. Úgy nézhet ki, mint amikor van egy nagy teljesítményi motorunk, és ebbe valamilyen olcsó üzemanyagot töltünk. Amit meg lehet tenni, de hogy azt a teljesítményt, amire tervezték azt a motort, azt nem fogja maximálisan kihozni, az nem jön ki belőle. Mert egy rossz minőségű üzemanyag van benne. És a testünk az pontosan ilyen. Isten hihetetlen komplex és összetett valamiként alkotott meg valamennyiünket. És ez azt is jelenti, hogy egy magas minőséget teremtett minket. Téged is engem, akárhogy is látod magad, vagy nem látod magad, önbecsülés, önértékelés, önismeret, ebbe akárhogyan is állsz, Isten alapvetően azáltal, hogy embernek teremtett, egy magas minőséget teremtett téged. És ugyanez a helyzet a gondolatainkkal, hogy amilyen gondolatokat táplálunk az életünkbe és a szívünkbe, a lelkünkbe, azok fognak felszínre jönni, ha nagy nyomás éri az életünket. Mi az, amit a te életedben kivált a nagy nyomás? A nagy nyomás alatt van az életed, mi jön a felszínre? Az 1 Korintus 15-ben azt olvassuk, ez a gondolataink. 1 Korintus 15-ben azt olvassuk, ne engedjétek magatokat becsapni, a rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Most pedig a társaságnál járunk. Az üzleti életben is van egy ilyen szabály, tök érdekes, sőt rengeteg üzleti vagy önismereti könyvben idéznek nagyon sokszor a Bibliából. Van egy ilyen szabály, hogy azok az emberek, akik éppen most körbevesznek, és a legnagyobb hatással vannak rád, azok determinálják a sikerednek, vagy a bukásodnak a szintjét. És ez pont most igaz valamennyünkre, hogy amilyen emberek téged pont most körbevesznek, azok vagy építenek téged, vagy rombolnak téged. Egyszerűen a barátaink azok hatással vannak a jellemünkre. Nem tudom, hogy látott-e már valaki vándormadarakat délre repülni, de hogy
hogy ezek a madarak, amikor délre mennek, és óriási nagy távot kell megtenniük, akkor ilyen V alakzatban repülnek. Ami nem azért van, mert hogy ez jól néz ki, hanem azért, mert hatékony. Konkrétan 71%-kal alacsonyabb így a légellenállás, ahogy egymás mögött repkednek. Vagy azt hiszem ez azonos, hogy 71%-kal nagyobb a felhajtó erő. Most hirtelen nem tudom az egyenletet. De talán ugyanaz lehet a kettő. És hát lényegében ezek is madárkák szélárnyékban repkednek egymás mögött. Azt mondja, váltják egymást, legelső fár, de leghamarabb. És nagyon érdekes, hogy a Forma 1-ben, vagy a kerékpárnál, vagy a kajaknál ugyanez a helyzet. A kajaknál nem szélárnyék van, ott víz van. De hogy ugyanígy működik, ez alapján, az elv alapján mennek az emberek egymás mögött, és így a madarak 71%-kal messzebbre jutnak el együtt, ezek a vándormadarak. És ugyanez a helyzet a barátokkal, akiket magad mellé válogatsz, vagy válogattál. És ez kérdés, hogy ott van-e ez a 71%-kal nagyobb felhajtó erő a te életedben, a barátaidnak köszönhetően. Milyen társaság vesz téged körben? Jakab levelében azt olvashatjuk, hogy testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Érzem, hogy több ember is van, akinek ez a kedvenc verse. Hogy lehet? Hogy lehet ez? Legszebb. Tudod, mit lehet amúgy ehhez hozzáfűzni? Úgyhogy örüljetek. Ez így van. És most egy kicsit belemegyünk ebbe a témába, vagy a problémáinkkal kapcsolatban. Szintén a formálódásunkról szól nagyban, hogy ezekhez hogyan állunk hozzá. Tehát problémáink. Az a helyzet a problémáinkkal, hogy egyrészt azok előrejeleznek. Előrejelzik azt, hogy a hozzáállásunk alapján és a reakcióink alapján milyen és mennyire lesznek, és hogyan lesznek sikereink vagy bukásaink. Van egy ilyen képessége a problémáknak. A problémák emellett emlékeztetők is. És arra az egyszerű tényre emlékeztetnek, hogy az élet kemény. Na, ha elfelejtenéd, akkor ezek segítenek. És arra is emlékeztetnek, hogy szükségünk van Isten kegyelmére, hogy átvigyen az életen. Emellett a problémák lehetőségek is. És nem baj, hogyha te a te életedben úgy hívod a problémákat, hogy lehetőségek. Azt jelenti, hogy már egyfajta baráti kapcsolat kezd kialakulni a problémák is közötted. Lehet, hogy átírja egy váratlan esemény a napodat, ami lehet, hogy lehetőség arra, hogy a maradék idődből minőségibbet csinálj. Kevesebb mennyiség, és minőségibb időt alkoss belőle. Emellett a problémáink azok áldások is. Azt olvassuk, szinte az egész Bibliában arról szól, akár az Ószövetség, akár az Újszövetség, hogy Istennek egyszerűen ez a legnagyobb és legnagyszerűbb eszköze az életünkben, ahogyan formál minket és az érettségre vezet. A problémákon keresztül egyszerűen áldásokat nyerünk. Emellett a problémák azok olyan dolgok, amik mindenhol vannak. Mindenhol, mindenkinél, minden ember életében ott vannak. Isten minden gyermekének az életében vannak problémák, ezek elkerülhetetlen dolgok. Emellett a problémák azok lehetnek üzenetek is. Konkrétan Istennek az üzenete felénk, hogy életünknek melyik területén szeretne növekedést látni. Mert hogy, ahogy az előbb is beszéltük, spirituális, szellemi érettségre vezetnek minket ezek a csapások. Mert Isten úgy döntött valamiért, hogy sokkal jobban érdekelt a jellemünkben, mint a kényelmünkben. Emellett a problémák, azok tanulságok is. Minden probléma tanít valamire. Van egy rendkívüli gentleman az Ószövetségben, akinek a neve... Azt hittem elhangzik egy-két név. Szóval ez a gentleman, aki példa lehet... Az Sámson, hát hogy néhány ismertek az életét. Sámsonnak az élete az konkrétan, hogy hihetetlen lehetőségekkel volt tele, óriási elhívás volt az életén, és Istennek az ereje
volt rajta, meg benne az egész életében. És konkrétan az a srác volt, hogy megismerik a történetét, akinek minden össze kellett volna, hogy jöjjön. És az a helyzet, hogy hozott néhány rossz döntés, mert nem tanult a problémáiból, és ez egy konkrét káoszba taszította az életét. Ha egy képként nézzük az életét, akkor konkrétan egy ilyen első, egy ilyen ókori szappanopera. Minden fordulatával együtt, amit régen a brazil szappanoperákban látunk, de hogy annál kicsit komolyabb kilengésekkel, lefele meg felfele irányban is. Az a helyzet az ő életével, hogy ebben az időben, amikor ő élt, akkor Isten népe, a zsidók éppen filiszteus elnyomás alatt voltak, és Isten éppen Sámsonon keresztül akarta megszabadítani a népét, aki úgy döntött éppen, hogy belemegy egy tiltott kapcsolatba egy filiszteus nővel, és ez romba döntötte az életét, és Isten elhívását és az élete fölött. A harmadik dolog, amiben hiszek, hogy a problémáink azok megoldhatóak, hogy Isten átformáló kegyelmének van egy világosság, van egy fénye, és ez egyrészt benned munkálkodik, és ezentúl rajtad keresztül is munkálkodik, mert rajtunk keresztül is szeretné Isten munkálkodni, minket felhasználva mások életében, de hogy ezekben a dolgokban szeretne mellettünk lenni, és szeretne melletted lenni. És nem mindig az a megoldás, amit mi szeretnénk, sőt, sokszor inkább általában nem. De hogy Istennek a megoldásai, azok általában sokkal jobbak és sokkal szebb dolgok jönnek ki belőle. A következő részemben belemegyünk a gondolataink formálása után. Az egy igevers lesz, Filippi 2:4. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. És ugyebben az elején olvastunk egy elég komoly idézetet, jelenkor divatjához ne szabjuk magunkat. Értelemszerűen nem például a szakáról van itt szó, vagy a különböző furcsa hajviseleteitekről, mert ugye amúgy én részben ilyen közösségből származom, hogy erről szólt a kereszténység, hogy milyen irányba fésülöd a hajad, milyen hosszúsággal és rövidséggel, hanem például erről szól, hogy a másik emberrel foglalkozunk, aki mellettünk van, aki melletted van, aki körülöttünk él, azzal törődjük. Az egész társadalmunk, meg ez a kis aranyos bolygónk, kis aranyos ember csomaggal, így folyamatosan ezt súlykolja, ennek az ellenkezőjét súlykolja belénk, hogy törődj magaddal. Törődj magaddal. Mert megérdemled. Mert te vagy az, aki vagy. Te vagy. És foglalkozz magaddal, és tedd magadat az első helyre. És ez szintén szól arról, hogy túl sokat foglalkozunk sokszor ezekkel az elszakadt húrjainkkal. De arra szeretne Isten bátorítani, hogy játszunk teljes szívből. És az egy teljesen más perspektíva, és teljesen más élet, amikor az életünkben van szerepe, és van prioritása a másik embernek is. És erre bátorít Isten. Az egész Bibliában erre bátorít, ugyanúgy, ahogy Jézus is maga mellé vett tanítványokat, és rendkívül sok időt töltött velük, és időt fektetett beléjük, arra bátorít minket is, hogy fektessünk bele a másik életébe. Figyelj a többiekre, ezért ez a második pontunk. A következő vers, amit kicsit jobban megnézünk, ez a Filippi levélből van, ami úgy szól, hogy testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek, elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol rengetegszer használt különböző sportos példákat. Az egyik, amit sokszor használt, ez a futás. Ez a példa is nagyjából arról szól. De az érdekes, hogy nem tudom hányan mennyire szoktatok futni, vagy futottatok esetleg régebben. Én az esetleg régebben kategória vagyok. De van egy ilyen dolog a futásnál, hogy holdpont, ami arról szól, hogy akinél ahogy, és
most nem ultra maratonról beszélünk, egy ilyen egyszerű példa, hogy 10 km felett elkezd égni a lábad, nem tud kontrollálni a lábad, ég a szíved, és egyszerűen nincsen levegőd. És ez konkrétan arról szól, hogy a tested azt üzeni neked, hogy most már jó lenne lassítani, vagy megállni, és hogy most kéne kiszállni. De az életünk bármilyen más területén is ott lehet ez a holdpont, akár a munkahelyeken, amikor besokalsz, hétfő reggel, és akkor megint jön a főnök, megint őt látod, megint ő mond valamit, és lehet, hogy megint van egy új ötlete, vagy nem tudom ki, miért, milyen kapcsolat van a főnökével. De lehet ugyanez akár a családban, otthon, házasságban, vagy barátok között, hogy konkrétan 9-szerre már ugyanarról vitatkoztok, és így azt érzed, hogy ez valamilyen holdpont, és innen valamilyen irányba el kell mozdulni. És lehet, hogy nem az ő irányában, hanem a másik irányban. És simán lehet amúgy, hogy többeteknek egy ilyen nagyon király hét van mögöttetek, és ilyen, tudod, ilyen fél lábbal a föld felett, és minden második gondolatban a teremtőd volt, vagy minden egyes problémánál az jutott eszedbe, hogy egy újabb lehetőség, hogy megmutassam, hogy bebizonyítsam, hogy akkor is, hogy tartom a menetet, az időt, a megbeszélt dolgokat, és lehet, hogy éppen így vagy, hogy ezt tapasztalod az életedben, hogy ott van Isten, hogy övé az irányítás, hogy minden rendben vagy, hogy az életed a helyén vagy, hogy az úton vagy, és aztán elkezdenek jönni ezek a dolgok, ezek az elkerülhetetlen dolgok, hogy elkezdenek szakadozni a húrok a hangszeredben. És tudod, ilyen hirtelen váltás lehet, hogy egyik pillanatról a másikra, hogy úgy érzed, hogy Isten elhagyott, hogy vége, hogy nincsen tovább, és ez az, amit pedig úgy hívunk, hogy ilyen szellemi holdpont. És ez ugyanúgy, ahogy Jézussal járunk, de ezt nem tudom, tapasztaltátok-e már egy-két ember esetleg, hogy van ilyen, ugyanúgy ebben a kapcsolatban ugyanúgy megélhetjük ezt a holdpontot. Mert egyszerűen nagyon sokszor sokkal könnyebb abbahagyni dolgokat, mint folytatni. Jobb kimenni egy szobából, mint bennmaradni és megoldani ezt a konfliktust, vagy könnyebb Isten tisztelet helyett a hegyekben síelni, vagy snowboardozni, sem. Vagy könnyebb egy hosszú munka nap után hazamenni és beesni a tévé elé, mint a családoddal időt tölteni, vagy egyszerűen csak könnyebb játszani, mint gyakorolni, mondjuk a hegedűnél maradva. És ezzel kapcsolatban azt olvassuk a római levélben, hogy de nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk, a kitartás pedig a kipróbált jellem az eredménye. A kitartásunknak a kipróbált jellem. És ez a helyzet az összesféle különböző csapásokkal az életünkben, hogy elősegítik a kitartásukat. Hogy amikor ezekben a problémákban és ezekben a nehéz helyzetekben kitartunk, akkor lépéseket teszünk az érettség felé. És valamiért ez egy ilyen igazság, hogy sokszor csak így tudunk figyelni Istenre. Sokszor ezeken keresztül tud Isten újra magához vinni, magához vonzani. És lehet, hogy ott van benned a kérdés, mint hogy bennem is sokszor, hogy ezek olyan szép dolgok, amiket így Isten formál, ahogy átformál, és különböző gyümölcsöket termünk, mennyiségben, meg minőségben is, de hogy nem lehetne ezt nyomás nélkül? Tudod, nem lehetne enélkül a nyomás nélkül formálni minket, hogy enélkül jöjjenek fel ezek az igaz és helyes és becses dolgok? És az a helyzet, hogy Isten valamiért így döntött. Úgyhogy a harmadik pontunk, lendülj át a holdpontodon. A következő vers, azt mondjuk a Zsoltárokban, hogy szívemben őrzöm szavaidat, mint rejtett kincseket, nehogy vétkezzem ellened. És szép lassan tovább megyünk a dicsőítésbe, de hogy mi lenne, hogyha így állnánk ez a héthez, így együtt, hogy a következő hetünk az szóljon arról, hogy memorizáljuk Isten igéjét. Egy-két verset, egy-két részt beépítünk a szívünkbe,
hogy az életünk és a különböző problémáinkat az ő fényében láthassuk. Vagy még jobban láthassuk az ő fényében, még tisztábban láthassuk a fény az ő fényében. Tegyük fel például, ott van a hétfő, a holnapi nap, kikelsz az ágyból, és kezdenéd a munkanapodat, de hogy magaddal fogod és viszed azt a kis papírkát, amit mindjárt majd együtt megírunk, kis feladat. Két kedves önkéntes kérek közben, hogy ezeket osszátok ki. És hamarosan, ha van nálatok toll és ceruza, azt elő lehet venni, illetve ha kettő van, akkor adhatsz a melletted ülőnek. Szóval képzeljük el, hamarosan együtt elkezdjük kitölteni ezeket az üres papírokat. Nem tudom, hogy ki hogy van az üres papírokkal, nekem az ilyen nagyon közel áll a kis szívemhez. Egy tiszta fehér A4-es papír, az mindig a jövő. Én nagyon szeretem. Szóval képzeljük el, hogy holnap együtt felkelünk, már nem együtt kelünk fel. Nem együtt fogunk felkelni. Hogy felkelsz, és ahogy indulsz a munkába, valahogy valamelyik lábad valahol van már kint az ágyból, meg kint az ajtóból, de hogy elkapod ezt a kis papírt, és minden napra egy vers, egy hét együtt megpróbálni. És ahogy ezeket beépítjük, és így erről szól a negyedik pontunk is, hogy... fektess a növekedésedbe. Tehát, hogy ezeket, ahogy elkezdjük beépíteni a lelkünkbe és az életünkben, akkor a megfelelő helyzetekben ezek fognak majd felszínre jönni. És az első az volt, hogy ezeket így memorizáljuk. A második, hogy szab testre szabás. Hogy tedd személyessé. Hogy ránézzel ezekre az igeversekre, és átírod az életedre. Nem annyira átírod, de hogy mondjuk a ragozást, azt egyes szám első személybe átírod. És a következő, amit még megtehetünk ezekkel a versekkel, és Isten egész szavával, az, hogy ahogy belemegyünk ezekbe a versekbe, ezzel egy időben felülvizsgáljuk az életemet, az életünket, a helyzeteinket ebben a fényben. Azt olvassuk több helyen is a Bibliában, hogy Isten igéje az egyfajta lámpás. Lehet a mi útunkon, a lábunk előtt, és a te utadon is, a te életedben is. És ha nem látsz előre, úgy érzed az életedben, hogy nem látsz előre, akkor ez egy ilyen nagyon egyszerű tanácsa Istennek, hogy vedd elő a lámpást, vedd elő Isten igéjét, ami egyszerűen mindig az útra fog mutatni. Miért? Azért, mert az egész Biblia Jézus Krisztusról szól, és Jézus Krisztus azt mondta magára, hogy én vagyok az út. És ez a te utad is, és ő a te utad, Jézus. És van egy ilyen szavunk, ami kicsit a magyarban is jól visszajön, meg a görögben is, hogy lelkesedés, ami valami olyasmit jelent, hogy, és ez már a záró rész, és mindjárt átmegyünk a dicsőítésbe, persze, de a lapokat még kitöltjük. Szóval a lelkesedés az eredetileg valami olyasmit jelentett, és jelent, hogy Istennel vagy Istenben, hogy ott van a szótő is, hogy lélek, lelkesedés, és ez nekem az imám felétek, és az egész gyülekezetünkre, és erre a hétre, hogy legyünk izgatottak és szenvedélyesek az életünkkel kapcsolatban, hogy,
hogy még hogyha csak egyetlen húr is maradt, akkor játszunk azzal olyan lelkesen, és játszunk azzal teljes szívből. És akkor most jönnek a kis papírkáink, toll, ceruza, és ezzel felkészülünk a hétre. Ami nagyon fontos szerintem, hogy ez ilyen direkt memorizálásra van beállítva ez a képernyő, hogy... Tehát ami szerintem nagyon fontos, hogy írjátok így a napokat is, tehát hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, és alatta láttok egy kis kérdést, és azt szerintem szintén érdemes a vers elé írni. Tehát hétfő, miért tartanék a jövőtől, ha a Biblia azt mondja? Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévaló. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról, olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Ez a holnapi napunk. Jöhet-e a kedd? Igen, nem. Nem igen. Kedd? Mi okom lenne félni, amikor a Biblia azt mondja, hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Mindenki szorgosan ír. Ez jó. Szerdai napunk mához két napra. Három. Miért aggodalmaskodnék, amikor a Biblia azt mondja, minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Lehet szép rajzokkal kiegészíteni, különböző halmazokat alkotni belőlük. A csütörtöki napunk, jöhet a csütörtök? Miért lennék értéktelen, amikor a Biblia azt mondja? Drága, Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett, értetek? Szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. És a péntek. Miért mondanám, hogy nem fog menni, amikor a Biblia azt mondja, megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít.
Mennyivel izgalmasabb már így a jövő hét, nem? Már szinte itt van. Szombaton pihenni. Szombati feladat az lesz, hogy ismét, hogy te keresel és találsz magadnak egy verset szombatra. Jó, ez jó feladat, ez legyen. És én vasárnaphoz fel kell mondani. Jó, szombatra kerestem magadnak egy verset. Érted, már itt felértünk az egész hét, egyik nap jobb lesz, mint a másik. Azt szeretnélek kérni, ezt is a dicsőítő csapat gyertek fel, kérlek a színpadra. És gyertek, valamennyien álljunk fel, és imádva menjünk át a dicsőítésbe. És köszönjük az előttünk állóra.